Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió hírműsorát, a Hírhetet látják január 12-én csütörtökön este 7 órától. Nézzük is legfontosabb híreinket egy-egy mondatban röviden. Sátoraljaújhelyen a Donkanyarban 80 évvel ezelőtt elesett katonákra emlékeztek. Tovább bővült a Kossuth-Lajos Művelődési Központ szolgáltatásainak köre. Sikeres évet zárt a Kazinczy Ferenc Múzeum is. Sátoraljaújhelyben a Donkanyarban 80 évvel ezelőtt elesett katonákra emlékeztek a köztemető előtt található Áldozatok és Hősök emlékművénél. A modernkori magyar hadtörténelem legnagyobb tragédiájára beszédében Kocsi László ezredes, a Honvéd Kulturális Egyesület tanácsadója emlékezett vissza. Ezt követően a történelmi egyházak képviselői mondtak imát az elhunytak lelki üdvéért, majd a jelenlévők elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Felállítás helyre, menet! Indulj! 1943. január 12-én indította meg a szovjet vörös hadsereg offenzíváját, mely végül a második magyar hadsereg felőrését eredményezte. Mínusz 35 fokos hidegben indult meg a technikai és létszámbeli fölénnyel rendelkező vörös hadsereg, amely két nappal később áttörte a frontvonalat, és újabb három nap kellett, hogy az immáron három része szakadt magyar hadsereg visszavonulását elkezdje. Ez azonban nem esztelen menekülés volt, hanem katlanról katlanra harcolva hátrálás, amivel sikerült megakadályozni a délhadsereg csoport teljes összeomlását. Január 12-én emlékezünk meg az ott életüket vesztett magyar honvédekről minden évben. Sátoraljaújhelyen több civil szervezet tart közös megemlékezést hagyományosan. Kocsi László ezredes, a Honvéd Kulturális Egyesület tanácsadója beszédében kiemelte, hogy 1945 után nem lehetett objektíven beszélni az eseményekről, és közel 40 évnek kellett ahhoz eltelnie, hogy a történészek is reálisan vizsgálhassák a Don mentén történt eseményeket. A Voronyestől délre lezajlott 1943. január-február elejé események számunkra elsősorban történelmünk sokat idézett második hadseregének végnapjait jelentik. Katonáink mellett özvegyek, és az akkor elterjedt elnevezéssel élve doni hadijárvák tízezrei szenvedték meg a vereséget. Ráadásul a szerencsésebbeknek mondható a frontról és szovjet haditáborból, a haditáborokból hazatérő katonáink az 50-es években fasisztának minősültek, akikre hősként egyáltalán nem tekintett az akkori politikai vezetés. Sára Sándor filmrendező 1981-es Pergőtűzben című dokumentumfilm sorozata oldatta fel elsőként a történelmi emlékezet hallgatást, majd történészeink tanulmányai, művészeink köztéri alkotásaink köszönhetően a doni katonai helytállás kezdett a helyére kerülni. Sátoraljaújhelyváros vezetője szerint két nyomósok van arra, hogy ne feledjük el a történteket, és mindig igyekezzünk emlékezni rá. A Donkanyarban történt ütközetek egy nagyon komoly törést jelentettek a magyar honvédség és egyáltalán Magyarország számára. Nagyon sok dédapánk halt meg a Donkanyarban, több száz kilométerre a hazájától, vagy ezer kilométerre a hazájától. Másodszor azért, mert az a hősiesség és az a helytállás a teljes kilátástalanságban egy mindent elsöprő orosz ellentámadással kapcsolatban, ahol mind létszámában, mind felszereltségében jócskán alul maradt a második magyar hadsereg a támadókhoz képest, mégis amíg lehetett helytálltak. Ez egy óriási példa mindnyájunk számára, akik azután születtünk. A megemlékező beszéd után a történelmi egyházak képviselői mondtak imát az elhunytak lelki üdvéért, majd a megjelent szervezetek elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Elsősorban a munkahelyek megtartása és az intézményi részleg megerősítése volt a legfontosabb célja, annak az új lehetőségnek a megteremtése, amellyel a Kossuth Lajos Művelődési Központ a halászcsárda szolgáltatásait bővítette. Ezentúl ugyanis reggelizni is lehet itt. Budainé Bonnár Edit igazgató kiemelte, szeretnék megerősíteni a halászcsárdát annak érdekében, hogy azoknak, akik itt dolgoznak, hosszú távon biztosított legyen a munkájuk.
Egy évvel ezelőtt vette át üzemeltetésre a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ a Halászcsárda étterem működtetését, amely azóta is elsősorban a városi rendezvények minőségi szolgáltatásainak nyújtásában játszik szerepet, de természetesen emellett a hagyományos profilba tartozó feladatokat is ellátja. Ez utóbbi bővült most. Az elmúlt év során tehát a Halászcsárdában dolgozó munkatársaimmal mindig azon arra törekedtünk, hogy egyrészt a kulturális programokba is bevontuk őket, másrészt ugye az éttermi részt felújítottuk, hogy egy kellemesebb környezetbe várjuk a látogatókat. Most pedig nyilván a mostani helyzet itt a rezsi költségnek a csökkentése érdekében újra kellett gondolkodnunk. Január-februárban délutáni órákban nincsen à la carte, étlapról történő fogyasztás, de már úgy gondoltuk, hogy ha a kollégák ott vannak, hiszen a menüfogyasztás, illetve a menükészítés, illetve annak kiszállítása történik, akkor talán igény lehet arra is, hogy reggelit készítsenek. A kulturális intézmény ennek a lehetőségnek a biztosításával szeretne még jobban részt venni a város életében. Azért döntöttünk emellett, hiszen mindig folyamatosan kell gondolkodnunk, változtatni, nem lehet itt egy síkon működni, mert úgy gondoltuk, hogy talán van igényre. Nagyon sokan vannak olyanok, akik korán járnak dolgozni, esetleg nincs lehetőségük reggelizni vagy szendvicset készíteni, úgyhogy mind a mellett, hogy benti fogyasztásra is ugye lehet bejönni és fogyasztani, kiszállítást is vállalunk. Hát próbálkozunk, én úgy gondolom, hogy ez a mai helyzetben ez egy lehetőség ahhoz, hogy a kollégáknak a munkahelyük megtartásra kerüljön, tehát nem lehet egy síkon gondolkodni, hiszen fontos mindenkinek a mai világban az, hogy megmaradjon a munkahelye, és ez saját érdekünk, hogy bővítsük a kínálatot, és dolgozzunk. Az ezzel kapcsolatos további információkat a helyszínen kapnak az érdeklődők. Eredményesnek tartják a 2022-es évet a Petőfi Irodalmi Múzeum, Kazinczy Ferenc Múzeumának munkatársai. Tavaly sikerült átadni a régóta tervezés alatt álló új állandó várostörténeti kiállítást, sok előadásnak és rendezvénynek voltak házigazdái, gyarapodott a gyűjteményi anyaguk és egészében zajlottak a múzeum pedagógiai foglalkozások. Mindeközben pedig belső átalakítást is folytattak. Egyre több látogató érkezik a Sátoraljaújhelyen lévő Kazinczy Ferenc Múzeumba. A múzeumpedagógiai foglalkozások is gyakoriak, a helyi oktatási intézményekkel jó kapcsolatot ápolnak. A múzeum gyűjteménye is gyarapodott, többnyire felajánlásokból. Ezen kívül belső átalakítás is folyamatban van, új gyűjteményi rend alakul ki. Az év legnagyobb sikerének az új állandó várostörténeti kiállítást tartja az intézményvezető. 2022. szeptemberében nyílt meg a várostörténeti kiállítás. Hosszú vajudás után nyugodtan mondhatjuk ezt, hogy azért ebben volt némi felelősségem nekem is talán, mint kurátor, hiszen nem tudtam időben elkészíteni azokat a szakmai anyagokat, forgatókönyvet, amit meg kellett volna tenni, nyilván ennek objektív okai vannak. Intézményvezetőként sem is nagyon nehéz az eredeti szakmámmal foglalkozni, egyre nehezebb, de aztán sikerült végül is eljutni arra a pontra, hogy összeállt a forgatókönyv, összeállt az a fajta koncepció, ami mentén a látványtervező kolléga el tudta kezdeni a munkát. És hát egy több hónapos építkezés után nyílt meg ez a kiállítás, egy elég nagy fizikai építkezés is járt ezzel a munkával, hiszen ugyan egy meglévő térsorba a korábbi Kazinczy állandó kiállítás helyén, de mégis egy új falkiosztással, új álfalakkal, előtét falakkal épült meg a most látható installáció. Emellett időszaki tárlatként mutatkozott be a hátsó füves, a vidéki labdarúgást bemutató kiállítás, ami egész éven megtekinthető volt. Ehhez kapcsolódott a harmadik félidő bisztró előadássorozat és egy futballmentő körút is. Ez a felismerés vezérelt bennünket, Csilla Péter kurátort is, és engem is, hogy egy olyan pillanatban van az amatőr labdarúgás, ami egy múló állapot, és hát ennek a múló állapotnak a rögzítése, dokumentálása azért lehet egy klasszikus múzeumi feladat is, ez volt az alapgondolata a kiállításnak. Ehhez társul egy meglehetősen szomorú társadalmi folyamat is, aminek a lényege abban fogható meg, hogy a kisközösségeken működő vagy kistelepüléseken működő amatőr futballcsapatok sorra szűnnek meg, ennek társadalmi okai, gazdasági okai vannak,
nem is annyira az okok feltárására fókuszálunk, és nem a e fölött érzett szomorúságot próbáljuk erősíteni, hanem magára a jelenségre olyan inverz módon próbálunk reflektálni, hogy egyébként ez milyen érték. Tehát így próbáljuk azt bemutatni, hogy milyen nagy kár, hogy ez megszűnik, hogy az értékeket közvetítjük, és hát ennek a gondolatnak a jegyében fogantta a futballmentő túra, aminek az a lényege, hogy a környékünkön lévő közelmúltban megszűnt futballcsapatok pályáin játszottunk egy labdarúgó mérkőzést. A sátoraljóhelyi vár feltárása is fontos mérföldkőhöz érkezett el a 2022-es év folyamán, tette hozzá a múzeum igazgatója. Egy többfordulós tanulmányi tudáspróba keretében nyerte el a tehetségtámogató közösségi díjat a sátoraljóhelyi Kazinczy Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű nyelvoktató német nemzetiségi általános iskola második A osztálya. Az első 6 fordulóban előre meghatározott feladatsort kellett a diákoknak írásban teljesíteniük. Ezután megyei és országos forduló következik. Egy többfordulós tanulmányi versenyen értek el kiemelkedő eredményt a sátoraljóhelyi Kazinczy Ferenc magyar-angol kéttanítási nyelvű nyelvoktató német nemzetiségi általános iskola második A osztályának kisdiákjai. Ennek eredményeként pedig megkapták a tehetségtámogató közösségi díjat is. A tudásbajnokság tehetségtámogató közösségi díjat úgy sikerült a második A osztály az osztályommal, kedves osztályommal elnyerni, hogy a szeptemberben meghirdetett tudásbajnokság komplex tanulmányi versenyre jelentkeztek a gyerekek, természetesen szülői támogatással. Ez a verseny 6 fordulós, el egy 6 fordulós levelezős versenyből, egy megyei fordulóból és egy országos döntőből. Ezekre természetesen a gyerekeknek havonta be kell küldeni a megoldott feladatokat. Ezekre a tantárgyonként jelentkezhettek a gyerekek, természetesen az érdeklődési körüknek megfelelően. Az osztálynak több mint a fele jelentkezett a tudáspróbára. Ez előzetesen a nevezésnek is feltétele volt. Az ilyen megmérettetések célja a játékos tanulás és ismeretszerzés. A verseny feladatai kiválóan alkalmasak arra, hogy élményé tegyék a gyerekeknek a tanulást, a tudásukat gyarapítsák, ösztönzi őket akár az önálló búvárkodásra, fejleszti a kreativitásukat, a probléma megoldó képességüket. Várjuk majd a félévi eredményeket is, ahol a gyerekek kapnak egy névre szóló emléklapot, arany, ezüst és bronz kitűző érmet. Nagyon-nagyon aktívan jelentkeztek, még csak második osztályos gyermekekről beszélünk, nagyon szorgalmasak, aktívak. Tényleg a szülőknek elmondtam, hogy mi a feltétele, hogyan lehet tulajdonképpen bekerülni a versenybe. Nagyon támogatóak voltak a szülők tulajdonképpen, amit nagyon köszönök nekik, és a gyerekek a mai napig is továbbra is lelkesen küldik be a feladatoknak a megoldásait, ami úgy történik, hogy vagy postai úton küldik be, vagy pedig online felületen is megoldhatják ezeket a feladatokat. Az eredeti célkitűzéssel összhangban a gyerekek élvezték a feladatmegoldást és büszkék az eredményükre. Nagyon örülünk mindannyian, büszkék vagyunk, élveztük és érdekesek voltak a feladatok, viccesek és tanulságosok, meg tudtuk csinálni egyedül is. Az iskola pedagógusai és persze a gyermekek felbuzdulva az eddigi sikereken a jövőben is szeretnének hasonló megmérettetéseken részt venni. Hírműsorunk végén nézzük legfontosabb híreinket ismét egy-egy mondatban röviden. Sátoraljóhelyen a Donkanyarban 80 évvel ezelőtt elesett katonákra emlékeztek. Tovább bővült a Kossuth Lajos Művelődési Központ szolgáltatásainak köre. Sikeres évet zárt a Kazinczy Ferenc Múzeum is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap a megszokott időben ismét jövünk a legfrissebb hírekkel, viszontlátásra!